tudtuk, hogy egy nagyon nehéz mérkőzés lesz, hiszen azt is, azzal is tisztában voltunk, hogy van két-három olyan sérültje a Balmazújvárosnak, aki meghatározó a csapatba, de azt is tudtuk, hogy olyan fiatalokkal rendelkeznek, akik meg akarják mutatni azt, hogy mb 1 a helyük, és azt gondolom, hogy nagyon is jól játszott nekik a két fiatal játékos elő. Tehát tisztában voltunk vele, hiszen a felé nagyon-nagyon jól megszervezi nagyon egységes a Balmazújváros, tizen visszazárnak a labda mögé, és abból nagyon-nagyon gyorsan próbálnak meg kijönni kontrából. E, azt gondolom, hogy itt kaptuk az első gólt is, de e, ott óriási hibát csináltunk. De hozzá kell tennem még egyszer, hogy, hogy nem könnyű egy ilyen e, játékot feltörni, járottuk a labdát, igaz egy picit lassan az első fél időben, de nagyon két-három olyan keresztlabdánk volt, amit hogyha pontosabban átvesszük, egyből zicserbe vagyunk, de ennek ellenére is meg voltak a lehetőségeink az első félidőben. Én szerintem már akkor is meg lehetett volna fordítani a mérkőzést. Fél időben elmondtuk, hogy sokkal gyorsabban kellene járatni, sokkal agresszívabban kellene játszunk, hiszen ez, ahogy játszottunk egy picit ma, nem akarom megbántani a csapatot az első fél időben, ilyen kislányos volt, hiszen nem voltunk kellően agresszívak, kivártunk, és ez igazából nem a mi játékunk. De ezt betudható annak is, hogy, hogy végre éltünk azzal a lehetőséggel, hogy megszerezve a három pontot előrébb tudjunk lépni. És lehet, hogy ez a, a, csapat is egy picit várta azokat a lehetőségeket, de az élet bebizonyítja, hogy nem lehet várni nagyon, nagyon agresszívan és fegyelmezetten kell futballozni ahhoz, hogy, hogy a helyzetet, hiszen egy nulla az ellenfél vezetett, de még egyszer mondom, egy nagyon fegyelmezett, egy, egy nagyon szervezett csapatot tudtunk megverni. Ha megnézik a videót, azt hiszem a 89. percben igaz, hogy nem teljesen ez a csapatod, de a 89. percben tudta megverni. És több olyan kellemetlen eredményt szerzett idegenbe más csapatoknak, hogy, hogy még annak ellenére is azt gondolom, hogy, hogy egy nagyon fegyelmezett és jó csapat volt a Balmazói város, hogy egy-két játékosuk nem játszott.